Legalább 1,5 milliárd forinttal nem tud elszámolni a cigányok felzárkóztatására kitalált híd a munka világába. Az Európai Számvevőszék szerint az uniós pénzek nem javítottak a cigányok helyzetén, ez semmilyen kormánynak nem szívügye. 2020-ig újabb 1,000 milliárd jut a társadalmi hátrányok csökkentésére, de mire kellene költeni, hogy végre eredmény is legyen? Jó estét mindenkinek! Ez egy nehéz feladvány. Mi történik a cigányok felzárkóztatására szánt pénzekkel, és minek kellene történnie velük? Olyannyira nehéz ez a feladvány, hogy az Európai Unió és a kormányok is rendre belebuknak. Nincs pontos adat arról, hogy hány roma él Magyarországon, becslések vannak, amelyek mondjuk 600 és 800 ezer között szórnak. Annyit lehet tudni, hogy a nem romákhoz képest sokkal többen munkanélküliek, sokkal többen legfeljebb az általános iskolát végzik el, ha egyáltalán, és nagyon nagy többségük minden szempontból hátrányos helyzetben él, jellemzően minden szempontból hátrányos településen. Sorsuk semmilyen kormánynak nem szívügye, olyannyira nem, hogy a felzárkóztatásra vagy a különbségek csökkentésére indított különféle programok többségét az Unió fizette. És azért is nehéz feladvány, mert alig, ha nem senki nem tudja, hogy pontosan mennyit is költ erre az állam. A források, a költések áttekinthetetlenek. Hosszú töprengés és húzavona után a kormány nemrég megszüntette a Híd a munka világába című 5 milliárdos programot, mert a programért felelős szervezetek több mint 1,5 milliárddal a mai napig nem tudnak elszámolni. De jelen tudásunk szerint uniós pénzek 2020-ig még bizonyosan igénybe vehetőek, mi legyen velük vagy belőlük. Lakatos Béla, a Győr melletti Ács polgármestere, Makai István, a Roma polgári tömörülés elnöke, és Sárközi Gábor, a Roma sajtóközponttól mindhármunknak jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Lakatos úr, ellopott, elpazarolt, rosszul elköltött pénzről van szó. Miről van szó? Talán egyben mind a három. Egy biztos, hogy az a pénz, ami nem jól használódik fel, az el van pazarolva. Tehát ezt a sok milliárdot, ha csak a Híd a munka világában programban nézzük, akkor ott több milliárdot pazaroltunk el, mert ugye 1,5 milliárdot elköltöttek úgy, ahogy nem kellett volna, a többit meg visszavonták. Tehát rengeteg olyan pénz van, amit úgy gondolok, hogy roma ügyekre nem megfelelően költenek el, és ennek egyetlen oka van, nem látok igazán szakmai hátteret a jelenlegi kormány roma politikájában. Tehát nincsenek ott azok a roma szakemberek, akik gyakorlati tudással, elméleti tudással egyaránt rendelkeznek, és tapasztalatuk van, és meg tudnák mondani a döntéshozóknak, hogy hova költsék ezt a sok pénzt. Erre visszatérünk, hogy nincs háttér, lopás vagy pazarlás, urak? Nézd, a szerkesztő úr, nagyon nehéz kérdés. Én, mint az Országos Roma Önkormányzat képviselője, nagyon sokszor tettem feljelentést a Híd a munka világába program kapcsán. 5 milliárd forintról beszélünk, meg kell, hogy említsem a résztvevőket is. A konzorcium vezető az Országos Roma Önkormányzat volt, és a partnerek pedig az egyik partner a Nemzeti Munkaügyi Hivatal, 1,2 milliárd, a másik pedig a Tűr István Kutatóközpont volt. De ez a két intézmény mára eltűnt a rendszerből, és csak az Országos Roma Önkormányzatról tudunk beszélni, mint projektfelelősről. Itt 1,6 milliárd forintról van szó, a bíróság, illetve bocsánat, a rendőrség meg fogja majd állapítani, hogy ez a pénz ez ellopódott, eltűnt, vagy milyen módon egy dolog biztos, hogy nem a célnak megfelelően hasznosult. Egyetlen egy munkahely nem jött létre. Egy darab sem. Egy darab sem a program kapcsán, és itt kezdődik a probléma alapvetően. Egyrészt a pazarlás, másrészt pedig minden egyes forint, ami elköltődik, és nincs benne tudás. Én azt gondolom, hogy az egy óriási felelősség mindkét oldalon, kormányzati oldalon is, ki kell, hogy mondjuk, és a roma vezetők oldalán is egyaránt. Sárközi úr, lopás vagy pazarlás? Hát lopást azt majd a hatóságok fogják kimondani, bár itt a legutóbbi sajtóhírek szerint a 2 éve tartó nyomozásban még egyetlen egy érintettet sem hallgattak meg, tehát ez egy érdekesen zajló az adóhatóság nyomoz egyébként az ügyészség kérésére. Én azt tartanám fontosnak megjegyezni, hogy a nemzeti együttműködés rendszerébe másodpercenként több pénz tűnik el, vagy veszti el közpénz jellegét, mint a
mint az Orő vezetője, Farkas Flórián, vagy az Orő, mint intézményrendszer az egész működése alatt eltüntetett. Ez az Orő, ez az országos román önkormányzat, csak nem mindenki tudja követni ezeket a rövidítéseket. Tehát azt hangsúlyoznám mind a mellett, hogy természetesen felháborító, amit történt, hogy egyetlen egy munkahely sem jött létre, közben 300 millióért vettek székházat, az 21 millióért javították ki, ötszörös áron béreltek autókat, ez felháborító. Mégis úgy érzem, hogy kicsit túl van tolva ez az ügy abban az értelemben, hogy 2 milliárd forintról beszélünk, ami nagyságrendileg jóval kevesebb, mint ami akár percenként, másodpercenként eltűnik itt a rendszerből. Kíváncsi lennék, hogyha nem a országos roma önkormányzat lenne az érintettje, hanem mondjuk egy másik nemzetiség, akkor ilyen nagy kerítenének ilyen nagy ügyet. A másik pedig, ami szerintem nagyon fontos, hogy egyetlen fillér sem tűnhetett úgy el, hogy megfelelő emberek, akik nem cigány emberek, ne elejegyezték volna ezt a kormányzat részéről. Tehát itt beszélt előtte Makó István arról, hogy Szőrén szállán eltűnt egy komplett kutatóintézet, egyébként pont a Hida munkavilágában a botránya kapcsán. A vezetőjét, Köveci Bósz Tamást felfele buktatták, tehát államtitkár lett, ha jól emlékszek. Az intézmény pedig eltűnt a súlyesztéből. Beszántották, sóval behintették. Jó, de éppen arról van szó, hogy nem csak erről a 2 milliárdról akarunk beszélni. Mindenféle pénzekről szeretnénk beszélni, ami felzárkóztatásra jut, és nem csak ezt tűnt el, és nem csak ezt pazarolták el, mást is, nem? Igazából a kormány az országos roma önkormányzatot tekinti minden egyes olyan pénzben, ami a romákra fordítódik, olyan partnernek, akivel meg kell, hogy beszélje szakmailag a kérdést. És sokszor ez elvitte elég rossz útra a történeteket. Nekem egy megbízásom volt kormányzati részre az elmúlt... Egy darab? Így van, ez egy teljesen, hogy is mondjam, ingyenes megbízás volt, mert önerőből teljesen önszántamból voltam hajlandó elsődleges munkaerőpiacra juttatni roma embereket, erre fölkért a gazdasági minisztérium államtitkára, hogy csináljuk egy projektet. Önt személyesen kérték? Személyesen kértek föl. És mi volt a projekt? A projekt az volt, hogy találjuk ki olyan munkaerőpiaci programokat, amivel az elsődleges munkaerőpiacra jutnak a romák, nem pedig ilyen... Tehát nem segély, nem közmunka, nem ilyesmi, hanem valami szakképzés? Adtak mellém egy fiatal roma fiatalembert, nagyon tehetséges volt, és jártuk az országot, és én egy hónapon belül letettem az asztalra a két államtitkárnak egy anyagot. Na most... Ez mikor volt? Ez körülbelül a másfél éve, két éve. Még nem robbant ki a botrány. És hát... Én egyet kértem tőlük, hogy ne a Farkas Flórián és az országos roma önkormányzat koordinálja végre ezt a projektet, hanem bízzák már szakmai körökre. Hát odáig jutottunk, hogy elfelejtettek fölhívni utána. Tehát odáig jutottunk, hogy mégiscsak az országos roma önkormányzat be kellett vonni, és nem hívtak föl, 3 milliárd forintról volt szó. Aztán, hogy a 3 milliárd forint, ami lent, azt nem tudom, mert engem utána nem kerestek. Bocsásom meg, tehát azt sem tudja, hogy valaki megkapta ezt a Azt sem tudom, hogy megkapták, vagy lett-e belőle valami. Én letettem a programot, egyetlen érdekessége a történetnek, mint polgármester, kaptam egy levelet, mert ugyanis a Máltai Szeretett Szolgálat fönntart ilyen olyan elsődleges munkaerőpiaci programot egy településen, hogy elektronikai hulladékot bontanak roma emberek, de ebből fizetésük van is, fönntartják magukat, és én gondoltam, hogy lehetne ilyet csinálni az ország több régiójába, mert megoldható állami felügyelet alatt vannak, meg önkormányzati felügyelet alatt a hulladékgyűjtők. Na most ezek után annyit kaptam egy levélbe, hogy Ács kap 12 főre képzést a Tűr István központból, hogy hulladék, elektronikai hulladék bontókra képzés. És hát mondom, mi ez, vagy hogy, vagy milyen hülyeség ez a munkahelyi központi volt fő. És akkor jöttem rá, hogy hát az a projekt, amit én csináltam, abból kivették a képzéseket, és elküldték nekem. Hát mondom, hova tegyem a 12 embert utána, mert hulladék, ez egy komplex program volt. Ebből nem lesz munkáról. Hát nem, munkahely nem lesz, csak képezünk. Na jó, de azt még tegye meg, hogy elmondja, ha már ezt elmesélte nekünk ezt a történetet. Mi lett azokkal az emberekkel? Azt mondja, hogy járta az országot, keresett embereket, akiket be lehetne vonni ebbe a programba. Igazából nem kell sok mindent kitalálni. Jó, de mi lett velük? Hát azokból a programokból semmi se lett. Egyszerűen semmi. Ez ugyanolyan, mint az 1000 roma nő, amivel a miniszterelnök úr mindig jön, hogy 1000 roma nőt kiképeztünk és munkát adtunk nekik. Nem adtunk munkát nekik, én fölhívtam az ország kétharmadát, hogy kaptak-e munkát, kiképeztek. Mint a hölgyeket. Így van, Dajkának kiképeztek, utána elmentek haza, azt várták, hogy kapnak-e munkát. Tehát ezek a képzések nem voltak másra jók, szerintem csak, hogy ezeket a pénzeket azért elosszuk a megfelelő körökbe. Papírmunka. Na jó, de most önnek van egy névsora, vagy van egy gyűjteménye emberekből, akik szívesen átképeznek. 30 éve dolgozom a roma ügy
ügyön. 30 éve van ismerettségem az ország területén, Szegedtől Győrig, roma vonalon, bárkit föl tudok hívni, hogy megkérdezni, hogy figyelj, volt ott Békés megyében ez a képzés, kiképeztek, láttam az újságban 25 roma nőt, átvették a bizonyítványt, ekkora cikk volt benne a tévében, rádióban, újságban. Mondom, hánynak van munkája? Azt mondja, hát még jelenleg egy sem, mert még nem jelent meg az a folyamatban. Nézd, szerkesztő, nekem ezekkel a programokkal, hogy Béla is mondja, az a problémám, hogy egy egyszerű tanmese jut eszembe, mint amikor az úttörőket megkérdezi a tanárnéni szeptemberben iskolakezdésnél, hogy kinek milyen jó cselekedete volt a nyáron, és a mókusőrs azt mondja, hogy nekünk tanárnő az volt a jó cselekedetünk, hogy a vak nénit átvezettük a túloldalra, megkérdezi a tanárnő, és mi ebben a jó cselekedet? Hát mert nem akart átmenni. Tehát ismeri, gondolom, ezt a tanmesét, tehát hogy azokat az embereket, akik rendelkeznek valódi programokkal, és itt Ács polgármesterére is nyugodtan hivatkozhatom, hiszen tudom, hogy a munkanélküliségi ráta igen alacsony, azt gondolom 2,5%. Jó, hát ez Győr közelsége, és sok minden hozzátartozik. Meg a munka, befektetett munka, a tudás, a szorgalom, ami kell ahhoz, hogy innovatív legyen egyrészt a polgármester és maga a környezete is, és azt gondolom, hogy a szegregált oktatás, mint olyan, nem létezik a településen. Tehát vannak olyan példák és jó iránymutatók, ami mellé oda lehetne ezeket a forrásokat tenni, nem kell itt a spanyol viaszt feltalálni senkinek, meg lehet ezeket a forrásokat valósítani, csak meg kellene kérdezni az érintett feleket is. Az ellopott és vagy elpazarolt pénzek azok, kormány, tehát magyar költségvetési pénzek, vagy az uniós pénzekkel ugyanezt történik. Meg részben van ilyen. Amiről beszéltünk, amikor indultunk a Hida munkavilágába, ott 75% volt az uniónak a részaránya, de szerintem fontos arról beszélnünk, hogy az volt a felütés, hogy a fejlesztéspolitika hol téved el, hol hibázik. Én azt gondolom, hogy ezek a célzott roma... Vagy van-e egyáltalán? Hát koncepciót, ahogy már Béla mondta, az... nagyon kevésbé lehet észrevenni, de azt gondolom mindezzel együtt, hogy ezek a célzott roma specifikus programok, ezek tulajdonképpen fejlesztéspolitikai gettók. Tehát létrehoznak olyan párhuzamos struktúrákat hoznak létre, amik egyébként hatékonytalanok, tehát egyáltalán nem hatékonyak, erről majd később esetleg beszélhetünk. Ugyanakkor azok a nagy ágazati fejlesztések, nézzük az egészségügyet, a foglalkoztatáspolitikát, a munkahelyteremtést, az oktatást, ezekben nagyságrendekkel nagyobb pénzek mennek el úgy, hogy adott esetben növelik a kirekesztettséget. Tehát ezek a roma specifikus programok, még ha sikeresek is lennének, nem tudnának semmit sem tenni hogy az esélyegyenlőséget növeljék. De mennyiből gettó azért, mert a romákat nevesíti, ahelyett, hogy azt mondják, mondjuk, hogy fölzárkóztatás általában, vagy szegényeket átkérdezett? Nem attól lesz valami roma program, hogy megszámoljuk, hogy hány roma van benne. Jó, ezért mert ilyen alapon akkor az autópálya építéset is. Én ezt úgy nézném, hogy mit kíván a piac. Például, ahol én élek, Nyugat-Magyarországon, mit kíván a piac? Milyen munkaerőt? Most kiadnak pályázatokat, dadát képeznek, ilyen szociális gondot, persze. De van szükség dadára? Van szükség roma dadákra? Jelenleg, amikor 15-től bevezették az óvodai állandó 3 éves kortori óvodai ellátást, és most képezünk dadákat, hát már minden önkormányzat felvette a dadákat. Hova tesszük őket? Kirúgjuk, akik bent vannak, és betesszük a romákat? Tehát ez nem életszerű. De az életszerű lenne, hogy végre megnézni, hogy mire van szükség, például targoncásokra, egyéb. Én például, nálom például kiképeztek 12 targoncást, az életben nem gondoltam, hogy elhelyezkednek, soha. Mindig azt hittem, hogy közmunkások lesznek, fele el tudott helyezkedni. És fele most cégeknél van. Érdekes módon is megváltozott az élete, mert keres, mert van állandó jövedelme. Tehát ezeket a dolgokat nem nézik, csak íróasztalnál kitalálják, és utána szépen, na, akkor megvalósítottuk ezt a projektet. Szakembert vagy tapasztalt embert nem kérdeznek. Most hát én egy fél gondolat és hozzád kapcsolódnék, tehát, hogy a roma polgári tömörülésnek van egy programja, roma felzárkózás európai modellje, több elemből áll össze, nincs benne egyetlen egy forint közpénz sem, és 1000 embert helyeztünk el az elmúlt időszakban az elsődleges munkaerőpiacon. Milyen pénzből? Nem közpénzből, vállalatok támogatásával mentorálunk, és a kapcsolati rendszeren keresztül... Hát a vállalatok pénzelték? Olyan vállalatok
besegítenek ebbe a programba, akik úgy gondolják, hogy a társadalmi felelősségvállalás fontos számukra. Ez világ, számukra. Tehát nincs benne se uniós pénz, semmilyen, se költségvetési pénz. Semmilyen pénz nincs benne, csak olyan erőforrások vannak, amit mi teremtünk meg, és 1000 embert helyeztünk el. Ez azt jelenti, hogy ha célzottan és specifikusan mondjuk az elsődleges piacot nézem, mindig az igényt mérem fel, hogy egy vállalatnak, ahogy a Béla is fogalmazott, milyen munkára van, vagy munkaerőre van szüksége, és annak megfelelően készítjük fel az egyént, és küldjük ki a munkavállalóhoz, és utánkövetés is van. De ez azt jelenti, hogy életszerű, életszagú programokat világos, kell megvalósítani. De az ön helyzete, már bocsásson meg, meg az ön településének helyzete, ez igaz, az nagyon sokkal, durván, sokkal brutálisan de akkor jobb. Miért nem csinálunk Magyarországon például egy bérlakásprogramot, mert ha nekem most, ha kiképeznének 100 roma szakembert, mert elmegyek északkelet Magyarországra és Dél-Dunántúra, és a 30 éves roma férfiak állnak a gerebjével meg a hazásóval, ha azt kiképeznék és lenne egy bérlakásprogram, akkor Győr környékén ez a 100 ember egy héten belül kapna munkát. És nem pedig kapargálást meg fölásni a kertünket, hanem rendes munkát. Tehát én például ezt egy konkrét dolog, azokat a gyerekeket, a roma gyerekek, akik kihullottak az iskolarendszerből, mert ugye a 16 év kihullott. Sokan. Azt csináltam, hogy indítottam egy szakiskolai osztályt. Nem másképpen, mint nyomdaipari segédgépmester. És ez a nyomdaipari segédgépmester 5 éven keresztül működött, míg az állam át nem vette az iskolát, 80%-a dolgozik a rendszerbe. Mert ugye nem nyomdászok lettek csak, hanem nyomdai technológiával dolgozó emberek. Jó, akkor tegyék meg, hogy ezt a kérdést komolyan veszik. Tehát amit a polgármester úr mond, keressünk embereket, kérdezem, nagyon nehéz helyzetű embereket és településeket Észak-Kelet-Magyarországon, hozzuk el őket onnan, kérdezem, az legyen egy program, és a település magát felejtsük el. Kérdezem. Nem teljesen ezt mondom, de Magyarországnak mobilisabbnak kellene lenni. Persze, jelenleg ez mindenki. Jelenleg ez, hogy ragaszkodunk a kis házikonkhoz, és ott maradunk, és akkor éjjel-alunk, ebben sokra nem megyünk. Tehát egy kicsit azért át kellene ezt a dolgot gondolni. És visszakanyarodva a másikra, miért nem ilyen gyakorlatilasan gondolkodunk, miért írunk például 150 millióért tanulmányt ebbe a programba, olyan tanulmányokat, amik nevetségesek, tegnap átnéztem őket, és az mindenki, valakinek a barátja, aki megírta. Hát egyszerűen lejáratjuk a cigányságot ezzel. Jó, de van egy kérdés, ezeket nem ellenőrzi senki? Hát az uniós pályázatok általában elég bonyolult, nehéz pályázni, nehéz mindenféle minősítő rendszereken átjutni, 56 fajta kontrollmechanizmus működik. Szobonforgó tanulmányt, amiről Béla beszél, vagy legalábbis az egyiket ebben a programban, ami azt hivatott alátámasztani, hogy milyen informatikai fejlesztés kell ebbe a programba, az 31 millió írta egy veszprémi cég, ami a projekt kezdet előtt 2-3 hónappal alakult, majd a projekt közben meg is szűnt nyomtalanul. Mint mondtam, az ügyészség rögtön átnyomta az adóhivatalnak a nyomozást 2 évvel ezelőtt. Egyetlen egy embert nem hallgattak még meg benne. Egyről az OLAF, az uniónak a csalás elleni hivatala vizsgálódott, ő meghallgatta Farkas Flóriánt és még néhány vezetőt, de hát túl sok jogköre nekik nincsen. A magyar hatóságok, ami eléggé gyanús, a magyar hatóságok semmit nem tesznek annak az érdekében, hogy legalább tisztázódjon, és mondjuk kiderüljön az, hogy itt a pénzeket, mert ez a veszprémi KFT sem cigány KFT volt. Hát ez a legérdekesebb, hogy ugye itt roma pénzekről beszélünk folyamatosan, miközben ezeket a tanulmányokat nem romák írták. Tehát a pénzt nem csak romák tették el, hanem egy csak ezt mondom, hogy a lakosság, ez a lakosságból sokszor így jön le, tehát a lakosság sokszor úgy gondolja, hogy na most ellopták a romák a pénzt, és közben itt egy csomó olyan dolog van, ami a romákhoz semmi köze, például Tűr István központ. A Tűr István központon keresztül milliárdok mentek ki. Milliárdok? Milliárdok felesleges dolgokra, olyan dolgokra, amikor a roma embereket segítettek volna. Nemzeti munkaügyi hivatal, 1,2 milliárd. Azért tudják megcsinálni, mert szegény roma embereknek az érdekérvényesítése semmi a Magyarországon. Miközben itt ülünk, mi is ahhoz járulunk hozzá, hogy a romák túltámogatási mitoszát növeljük és tápláljuk, hiszen arról beszélgetünk, hogy a romák és az uniós forrásoknak az összefüggése. Sajnos. Akaratunk ellenére. Nem, senkinek nem ez a szándéka. De azt nem tagadhatjuk le, hogy eltűnt egy csomó pénz, amit jól kell, hogy felhasználni. Valamennyi pénz van, nem beszélünk túltámogatásról, de akkor, ha jól értem... Ezek a túltámogatási mitoszok, ezek az emberek félben így állnak össze. Ki kell mondani, hát nem kell itt a kását kerülgetni, szerintem ki kell mondani, hogy ezeket a pénzeket nem romák vitték el, hanem a roma ügyre rátelepedett, nagyon profi cégcsoportok nyúlták le ezeket a forrásokat, ki kell mondani, nem romák vittek el 100 milliós projekteket, írtak 100 millió forintért, meg több 10 millió forintokért. Bizonyára ebben egyet kell értem, hogy helyre kell tenni ezt a képet. Ez a téveszme, hogy a romákra szánt forrásokat a romák nyúlták le. Azt a kérdést is föl kellene tenni, hogy akar-e bármely magyar kormány
roma szakemberekkel, igazi roma szakemberekkel dolgozni. Vannak? Én legalább összetudnék szedni 10-et, aki bizonyos területeken szakmailag ott van. Nincs olyan sok, de például én Fidesz tag voltam, ezt mindenki tudja, kiléptem a Fideszből. De ami alatt Fidesz tag voltam, az alatt a 12 év alatt senki nem kérdezte meg az első Fidesz kormányt kivéve utána, hogy van-e valami ötleted a közoktatásra, mikor végigjártam a lépcsőt, iskolai igazgatótól kezdve a minisztériumi. Polgármesterként senki nem kérdezte meg tőlem, hogy figyelj, ezeket a programokat hogy lehetne, vagy hogy azonnal két államtitkáron kívül, azok is titokba. Tehát én nem tudom, de valami új, olyan valami van itt Magyarországon, hogy a Farkas Lórián, mint egy ilyen mitosz. Isten, mitosz ott fönt ül, és akkor ő az, aki még most is láthatatlanul irányítja itt az egész dolgot, és semmi nem történik nélküle. Ezen a ponton nagyon fontos azt megjegyezni szerintem, hogy az Országos Roma Önkormányzat az nem a romák reprezentatív képviselete. Óriási szakadék van a romák hétköznapjai, vagy a hétköznapi roma emberek mindennapjai, és az orő, mint valamifajta testület világa között. Nem is, ez a két világ nem is találkozik egymással. És hadd mondjam el, hogy a hétköznapi roma emberek, a hétköznapi roma hősök, akik itt élnek közöttünk, azok sokkal nagyobb tiszteletet és becsületet érdemelnek, mint amilyen kép az orő miatt kialakul róluk. A kormány... Például a Roma Sajtóközpont évek óta azt csinálja, most április 8-án a Nemzeti Roma Napon, hétköznapi roma hősöket fogunk ünnepelni, és kiválasztjuk. Tudom, már tavaly is ünnepeltük őket. Az a kérdés, a kormány honnan tudhatná meg, hogy kivel érdemes és kell tárgyalni? Én írtam nekik útlevelet. Lehet, hogy más is írt, ezt nem tudhatjuk. De a most kormány nem... látja azokat a szereplőket, és tisztában van vele természetesen, hogy kik azok, akik valódi, életszerű programokat visznek és tesznek le az asztalra hosszú évek óta. Ha ezt nem tudna, akkor azt gondolom, hogy a kormánynak be kellene a roma ablakot és az ajtót csuknia. Pontosan tisztában van vele. Itt én egy picit azért túl mennék a romák szerepkörén ebbe az egészbe, és egy kicsit kijebb nyitnám ezt a kaput. Beszélhetnénk arról is, hogy a kormányzatnak milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy egy ilyen gyenge lábakon álló érdekképviseleti rendszer életbe maradjon és működjön. Mindeközben ugye még mindig bűnbakképző szerepkörbe toljuk az Országos Roma Önkormányzatot. Ugyanakkor a Tür István képző az valamilyen indokkal eltűnik a rendszerből, ahova több milliárd forint tartozik, és a Nemzeti Munkaügyi Hivatalt pedig az ÁSZ nem tudja ellenőrizni, mert ott is eláznak a papírok, és ha megengedi szerkesztő úr, még egy dolgot azért hozzátennék, hogy ezek olyan pénzek, ami hasznosulhatott volna, ha jó kezekbe kerül. Úgy látszik, hogy a kormány vakvágányra állította a roma ügyet, ámblokk az egész rendszerrel együtt. Nem föltételezem, hogy ezt szándékosan csinálják. Én sem feltételezem. A politika nem feltételezem. Csak mindig egy utat kezdem. Ez rendben van, de valamennyi pénz, mindegy, hogy mennyi, valamennyi uniós pénz is van, és még lesz is 2020-ig. Most valamennyi költségvetési pénz is van. Hogyan kell felhasználni? Mondja meg, polgármester úr. Most itt aki egy programot, nő az esély. Ugye ilyen program már volt, amiről előbb beszéltem, hogy egy kicsit csődbe ment, vagy nagyon. Most kiírták ezt a programot az EMMI, hogy meg, hiszem, 3,5 milliárddal írták ki. A lényeg az, hogy kétféle szakmára irányítják a roma nőket, és egyik a dada, amiről elmondtam, hogy szerintem szakmailag nem jó, a másik egy hiány szakma, amiből lehet valami. Ez például a szociális gondozó, mert jelenleg Magyarországon a szociális gondozó az egy eléggé hiány szakma, akinek rendkívül hiány szakma, és egyre több. De nagyon rossz az, nagyon rossz az anyagi megbecsülés. Hát azt állítják, hogy folyamatos béremelés. Hát ilyen folyamatosan most 8000 forintot kaptak, vagy 10. Nem, de tényleg azt állítja a minisztérium, hogy van egy ilyen bérfelzárkóztatási hát programjuk. És általában 7 órában gondoznak naponta ezek az emberek, olyan embereket, akik már magukat nem tudják ellátni, és azért a legkevesebbet keresik a humán szolgáltató szférába. Tudom, mint polgármester. És ezt most úgy... ide próbálják betenni azokat a roma embereket. Jó. Az is jobb, mint a közmunka. Jobb, mert 34-es szakmunkás. Szóval 34-el kezdeni szakmunka, tehát középfokú végzettség, tehát garantált minimálbér. Erre kellene törekedni, és ilyeneket találni. Tehát vannak ilyen eltalált jó dolgok, de nagyon sok dologban meg nincsen álló. De mi kéne egy, bocsásson meg, egy felzárkóztatásügyi minisztérium? Szegénységi minisztérium, kinek a kezébe kérdezte? Józan paraszti ész kellene, és ez biztos, hogy támogatni nem adni.
cigányokat kell, hanem a rászorulókat kell. Ez világ. Hát, tehát nem roma specifikus programok kellenek, hanem ágazati programok kellenek, amivel biztosítani kell, hogy a roma emberek nem maradjanak ki belőle. Ezt, ahogy a felvezetőben is hangzott, hogy a kormányok cserbe hagyták a romákat, ezt egyik kormány se vette komolyan eddig, tehát azt, hogy társadalompolitikai problémákat társadalompolitikai eszközökkel lehet megoldani. Tehát, hogyha a lakhatás a gond, akkor olyan lakhatási programot kell csinálni, vagy bérlakási építési programot, amiben a romáknak is megvan a szerepe. De bocsássam, hogy jelen pillanatban az a gond, hogy több minisztériumnál is van, többféle program, átláthatatlan rövidítés, sorozatok, számok, stb. Végre örülnék, hogy? Igen? Szerkesztő, örülnék végre neki, ha egy olyan szakértői csapatot felállítanának, igen, akinek az lenne feladata, hogy mondjuk ezeket az uniós projekteket felügyelve, komplex, monitorizva, minden minisztériumban átnézve elindítsa, és utána végigvigye. És felelősséggel tartozon szakembereket, nem választott képviselőket, nem kisebbségi önkormányzati elnököket. Erre kineveztek egy embert, úgy hívják, hogy Farkas Flória. Na, jó, így de... van, csak nem megfelelő. Jó, de a polgármester új és a másik akar, dolog, ugye? Így van, a egy másik, új csapatot akar. Másik dolog, föltennék egy nagy kérdést. Hát nincs ma Magyarországon olyan képzett roma ember, akit ki lehetne nevezni egy államtitkári szintre, hogy az egészet felügyelje. Hát egyszerűen szégyen, ez szégyen. Bizonyosan van, csak nagyon csöndben mondom, hogyha meghallgat, elbasztam, Sárkozy úr mond, akkor nem föltétlen roma embernek kellene lenni. Én meg azt mondom, hogy föltétlen roma embernek kellene lenni. Hát mert Farkas nem minden... Florián, bocsáss meg, de államtitkári rangban van. Igen, csak nincs szakmai háttere. Tehát, Farkas Florián, nem ezzel van, rendszerszerű problémával van, szerintem. Az, hogy hozzanak létre egy szakértői csapatot, csoportot? Nem, tehát a szándékkal van a gondom, tehát, hogy bármit hoznak létre. Ilyet nem is akarnak létrehozni. Így van. Amit most látunk, az történik, hogy kipipáljuk a roma ügyet, dumálunk róla. De azért adunk pénzt is bele, azért van ebbe pénz, és lesz is pénz. Ugyan kérem, ezek a pénzek hol hasznosulnak? Az tényleg egy másik. Nem jut el az emberekig. A cigánytelepen hasznosul a forrás. A mostani nő, az esély, 2000 roma nőről beszélünk, 7,5 milliárd forintos programról beszélünk, 4 milliárd, több mint 4 milliárd forint a képzésük, irracionális egyrészt, és 3 milliárd forintból pedig a foglalkoztatásokat inkubátorházszerűen oldja meg a kormányzat. Mit jelent ez? Hogy a roma nőket eldugjuk az önkormányzati és az állami szférába. Nem merjük elengedni őket az elsődleges munkaerőpiacra. Ha el tudjuk dugni az önkormányzati szférába, mert azért a polgármesterek már tisztelt a kivételnek, jól ismerem a polgármestereket, nem kapkodnak két kézzel a romák után. Tehát ha azt kell, hogy mondjam, hogy azért ha projekt van, azért nem azt fogja mondani, hogy na, akkor vegyünk fel 3 roma végzett nőt. Tehát azért ez nagy mértékben függ a helyi vezetéstől is, mert Ácson, mikor oda kerültem is, bekerültem a rendszerbe, azaz egyetlen egy roma származású ember nem volt még takarítónői pozícióban sem. Ma a családsegítő vezetője is roma Ácson. Tehát ez egy érdekes dolog, hogy azért egy polgármester, hogyha tényleg ez a probléma fönnáll, azért meg tudja tenni, és hibások a romák is, mert egy csomó roma értelmiségi, akit kiképeznek fiatalon, nem megy vissza a saját településére, nem megy vissza a saját területére. Mindig valamilyen megváltó akar lenni először Budapesten, vagy valami. Pedig sokkal nagyobb megváltó lenne tanárként, óvónőként, vagy szociális munkásként a saját falujában. És ott visszatérünk oda a problémához, amit ön is felvetett, hogy mobilitás, és elhozzuk-e őket a leszakadt régiókból és máshol helyezzük el, vagy pedig az adott települést fejlesszük. Az adott települést kell fejleszteni, mert addig a romáknak sem lesz megfelelő munkakörülményük, míg az adott települést a kormányzat nem húzza fel, és ehhez irdatlan pénzek jönnek be az országba 2020-ig, és a fejlesztési pénzek, de utána én azt gondolom, hogy el kell felejteni a forrásokat és a fejlesztési pénzeket, mert 2020 után itt nagyon komoly problémák lesznek, és ha most megnézzük a cigánytelepeket, és én a 89-es évben kezdtem a politikai pályafutásomat, akkor azt gondolom, hogy a 90-es évekhez képest sokkal rosszabb helyzetben vannak a romák, és hogy amiről beszélünk... A 90-es évek melyik részéhez képest? A 90-es évek elején elindult egy folyamat, ami az önszerveződés, az együttgondolkodás, az összefogás és a valódi integrálás a romáknak az élet minden területén. Tehát, amikor a magyar nehézipar lényegében megszűnt Észak-Kelet-Magyarországon, kohászat, bányászat, stb. Akkor nagyon sok roma elvesztette az állását.
ahhoz képest is rosszabb a helyzet ma ön szerint? Igen. Igen, sajnos rosszabb. És akkor volt tartalék, már az akkor, így van, tehát akkor még volt egy munkakultúra, volt hova még becsatlakoznia a közösségnek és a közösség tagjainak, ma pedig azt látjuk, hogy generációk nőnek fel úgy, hogy nem látják a munkába menetelt a szülőktől. Ez a végszó körülbelül 50 másodperc terjedelemben, parancsoljon. Az előttem szólókkal teljesen egyet tudok érteni. Szerintem, amikor fejlesztési forrásokról beszélünk, alapvető fontosságú, hogy legyen valami olyan koncepció és akarat, politikai akarat, hogy ténylegesen a legrászorulóbbakon segítsünk. Tehát koncepció, akarat, szakember, ez a három. Ezt az akaratot én most nem látom. Mert ez fontos lenne. Tessék? Ez fontos lenne. És mondjuk ezt a hármat lecserélnék a Farkas Flórián. És, bocsánat, és én nagyon fontosnak tartom, nem az oktatási rendszer átalakítását elsődleges szempont. Átalakítását? Így van. Ez egy külön fél óra. Hát az bonyolult, ez majd egy újabb fél óra lesz valószínűleg. De az érthető, hogy erről nagyon sokat és alaposan kell beszélni, mert tényleg egy nehéz feladvány. Mindenesetre köszönjük, hogy eljöttek. Köszönjük. Várjuk önöket. Önöknek köszönjük a figyelmet. Itt látják weboldalunkat, ha visszanéznék a műsort. Véleményt, javaslatot az alul látható mail címen várunk önöktől. Viszontlátásra.